Megérkezett az első kocsi szinte, ami azt jelenti, hogy majd a hangulatot meg fogja adni. És nagyon szépen kérem, hogy Barta András művész urat, akit ismerjük, hogy gyönyörű magyar nótákat, meg népdalokat tud, tessenek szíves lenni már a csoporttal együtt énekelni és megtisztelni ezzel bennünket, jó? Jó. Látom, hogy azt tetszenek mondani, hogy igen. 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 Kezdjük. Üdvözlöm én is a közönséget, tessenek énekelni. Szeretnék hajnal csillag lenni. Tessenek énekelni! Mablakába beragyogni, beragyogni hozzája, hajnalba csókot kérni tőle utoljára. Szánom, bánom, amit cselekedtem, hogy te vélet szerelembe estem. Szerelembe nem estem, csak szóba sajnálom, de nem tetek róla. Szerelembe nem estem, csak szóba sajnálom, de nem tetek róla. Kétől búcsúzom, a barna haragszik, így hát az én szívem soha meg nem nyugszik. Szőkétől búcsúzom, piros pinköd napján, csalfától, csalfától, halálom órája. Köszönöm szépen!
gyerekek, mit csinálnak a felnőttek a éjfél után a lakodalomban? Mit szoktak csinálni? Rázzák a riszának úgy is, hogy az egyik gyerek egyszer bekiabálta, hogy isznak. Hát ezt látta. Nem, vonatoznak. Mégpedig arra a számra, hogy azt se tudtuk, hogy szeressük, csak fogtuk egymást. Gyerünk! Amíg dühöngött a szerelmünk, nem láttunk már kanyarodját. Te se bírtad már a kalitkát, miért maradnál? Hiszen minden színnek szárnya van, és néha elszáll. Kanyarodj! A vonat nem vár, a sorom túlvár. És a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindult már. És a szerelem vonatból nincs kiszállás. Stop! Megy a gőzös kanizsára. Kanizsai állomásra. Elől ül a Laci masinista, hátul meg a krumpli fejű palacsinta. Hát ki lett a krumpli fejű palacsinta? Nem az a kis pici kis csaj, hanem a fekete pólós barátunk. De most cserélni fogunk, a csíkos pólós barátom röhögött a legjobban, úgyhogy ő jön hátulra, ő lesz a krumpli fejű palacsinta, mert szolidárisak vagyunk. De aranyos vagy, hogy fogod a kicsinek a kezét. Ezért megdicsérlek. Figyelj, megyünk egy kicsit gyorsabban, Laci masinista, figyelj! Megy a gőzös karcagra, a karcagi karnevárra. Elől ül a masinista, hátul meg a krumpli fejű palacsinta. Elől ül a laza masinista, hátul meg a krumpli fejű palacsinta. Megállunk! Mária otthon, lánya, fia, csiga, biga, feleség. Gyorsan jár a csiga, biga, táskájában elesik. Mária otthon, lánya, fia, csiga, biga, feleség. Köszöntöm nézőket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk a 25 nagykunsági kulturális napok lassan a végéhez ér. Hogyan értékeli polgármester úr a rendezvényt? 25. alkalommal került megrendezésre a nagykunsági kulturális napok rendezvénysorozata, és próbáltunk olyan programot összeállítani, ami méltó is ehhez a jubileumhoz. Én úgy gondolom, hogy nagyon szép rendezvények voltak, egészen sokan látogatták, és hát remélem, hogy a hátralévő programokon úgy szintén lesz érdeklődés bőséggel. Hát azért még a jó közepénél tartunk, mondjuk a háromnegyed részénél, hiszen rövidesen ide érkezik az arató felvonulás, és hát a mai napon is még nagyon sok minden történik, és a holnapi napon is. Karcag ismét megmutatta, hogy tehetséges művészei vannak, hiszen kiállítások is nyíltak, és sok olyan program volt, amire nagyon sok érdeklődő eljött. A kitüntetettekről is beszéljünk egy picit, hiszen sokan kaptak elismerést. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen nem csak karcagi kitüntetéseket kaptak, városi elismeréseket, hanem megyei elismeréseket is többen. És ez is valóban mutatja azt, hogy itt egy nagyon tehetséges, szorgalmas, dolgos nép él és munkálkodik. A tehetség az nem beleszületett tulajdonság, azt ki is kell érdemelni szorgalommal, és azok, akik megkapták a különböző díjakat, pedagógiai, sportdíj, művészeti díj, közrendvédelmi díj és egyéb más elismeréseket, azok még kiemelkednek a többiek közül, és ezért nagy-nagy köszönet jár nekik a munkájukért, és természetesen a hozzátartozóknak is, mert egy háttér mindenképpen kell ahhoz, hogy jobbnál is jobb munkát végezzen valaki. A 25. nagykunsági napoknak is rengeteg szervezője volt, tehát azt hiszem, hogy itt is sokan dolgoztak azért, hogy minden jól sikerüljön. Az időjárás is kegyes volt eddig hozzánk. Valóban. Sok munka van minden egyes ilyen nagy rendezvényben. A Déri Művelődési Központ igazgatója és munkatársai vették kézbe ezt az óriási feladatot, és hát eddig tökéletesen helytálltak. Minden szépen, gördülékenyen zajlott, és ellentétben a tavaly ilyenkor időjáráshoz a természet is kegyes volt hozzánk. Reméljük, hogy így lesz jövőre is. Köszönjük szépen!
Én köszönöm a lehetőséget, és a nap hátra lévő részéhez és a holnapi napi programokhoz még mindenkinek, önöknek is jó szózát kívánok. Te mit csinálsz ott elő? Hát milyen vasi? Figyelj, megsértetted a szolgálati szabályzatot. Mindjárt beteszlek a bő bugyogomba. Hát itt elkezdesz itt ilyen kis ilyen ukrán táncokat csinálni. Na figyelj, mert most nagyon figyelni kell, Lacikám, maradj ott elől, de most figyelj, mert be fogunk gyorsítani. Tudod, úgy, mint a Forma 1-ben. Sebastian Vettel. Jó, mehetünk? Kapaszkodjatok össze, kicsikre vigyázni, büfékocsit fölrakni. Száguldozik csiga-piga, táskájában ellenség. Várja otthon lánya, fia, csiga-piga, féleség. Nagy tapsot a vonatozóknak! Hű, de jók voltatok! Mondhatnám azt is, hogy újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat. Csapjad össze, csapjad össze, csapjad össze a mancsodat. Újra hallom, újra hallom, újra hallom a hangodat. Légy a vendég, légy a vendég, ünnepeljük meg a nagy találkozást is, hogy elférjük, arra megkérünk, ne csinálj felfordulát. Nagy tapsot a vonatozóknak, és most szétszélethettek itt előttem. Gyert, de ne menjetek el, maradjatok itt, ez az. Szepesi Tibor igazgatóval beszélgetünk, miközben a színpadon megy a műsor, és hamarosan érkeznek az arató felvonulás tagjai is. Azt hiszem, hogy az időjárás az ideális a mai napra. Igen, a tavalyi év után egy kicsit féltünk, hogy az idei nehogy hasonlóképpen alakuljon, hiszen tavaly szerintem az év legnagyobb esője érkezett hozzánk augusztus 20-án, most azért sokkal kegyesebb volt az időjárás, és azt nem mondom, hogy tökéletes, mert néha talán nagyon meleg is van, de ideális ahhoz, hogy megrendezésre kerüljön valamennyi olyan program, amelyet elterveztünk. Az arató felvonulásra nagyon sokan készülnek, hiszen én is, hogy jöttem végig a városon autóval, láttam, hogy mindenhol a megállópontokon, ahol műsor szokott lenni, már gyülekeztek, és nagyon sokan várják a műsort. Igen, ezt megfigyeltük az előző években. Az időjárás bármilyen körülményeket és varázsoljon, mindig várják az arató felvonulást. Idén is nagyon sokan, én is végigmentem a felvonulás útvonalán, és már percekkel, órákkal előtte várták a felvonulást, amely elindult, szerencsére, ha mondhatom azt, abban az időben, ahogy terveztük, ugyanazon az útvonalon, ahogy terveztük, jóval nagyobb létszámban, mint ahogy gondoltuk. Akkor ez meglepetés lesz mindenkinek, hiszen nem soká ide fog érni a menet a színpadhoz. Itt a színpadon éppen gyerekműsor megy, de azért lesz ma még más program is. Természetesen az arató felvonulást is köszönteni fogjuk a gyermekműsor után itt a színpadnál, utána pedig egy kicsit a fiataloknak, azoknak a korosztályoknak, akik a musical és popzenét kedvelik, majd a tűzijáték természetesen minden korosztálynak, utána pedig elsősorban a fiatalokra gondolva a Kelemen kabátban együttes fog énekelni, de azt azért mindenképp hozzá kell tenni, hogy az ő zenéjük a folyamatos rádió sugárzásnak követhetően azért nagyon-nagyon sok korosztályt, talán még az idősebbeket is megérinti. Reméljük, hogy akkor sokan fognak velük együtt énekelni. Még azért holnap is tartanak mossági kulturális napok, hiszen lesznek rendezvények, de hogyan értékeli az elmúlt napok rendezvényeit? Igen, holnap elsősorban a könnyű, ilyen kisebb programok, tehát az asztali tenisz, a kosárlabda, illetve a horgász verseny, tehát az ilyen szabadidős programoké a főszerep. Én úgy gondolom, hogy talán egy picit tovább is nyúlik a kulturális napok, hiszen a két kiállítás mindenképpen megtekinthető még a következő hetekben, napokban. Ha értékelni kell, én úgy értékelem, hogy méltó a jubileumhoz, a 25. nagykunsági kulturális napokhoz, az a program választék, az a sokszínűség, amely ebben az évben megmutatkozott. Reméljük, hogy akkor holnap is még sokan fognak nagy halat, és megnyerik a versenyt, és akkor találkozunk jövőre a 26. nagykunsági kulturális napokon. Bízunk benne, hogy ugyanilyen időjárási körülmények között, és legalább ekkora érdeklődéssel. Köszönöm szépen. Most el fogjuk játszani az Alma együttesnek a legnagyobb slágerét. Tudjátok, melyik az? Na, melyik az? Van benne egy madár. Egy sárga színű madár, na? Cinege madár, így van. De ez nem a Balkán fanatik, hanem ez az Alma együttes. Enikő néni, gyere már ide előre, hogy lássák, hogy milyen szép vagy. Ő lesz az aligátor, akarom mondani az animátor. Tehát figyeljétek Enikő néni, és ő fogja mutatni a nádaházam tetejének, jó?
és akkor próbáljátok meg utánozni, mehet? A kicsik is, nagyok is. Az a felnőtt, aki meglátom, hogy így csinálja, az 3 hetes hajdúszoboszlói utazást nyer, jó? Jó, csak vicceltem, ez most a reklám helye volt. Saját kis szülőhazámból. Mehetünk? Na figyelj! Nád a házam, teteje, teteje, rászállott a cinege, cinege, hes, le róla a cinege, cinege, leszakadt a teteje, teteje. Ha leszakadja Istenem, mi lesz vélem? Sárga lábú, cinege, cinege. Itt egy kicsit megpihenünk. Hes, le róla, cinege, cinege. Leszakadt a teteje, teteje. Egy nagy tapsot magunknak, mert nagyon jók voltatok. Nagyon jó. Kérdésem, mehet gyorsabban? Bírni fogjátok? Akkor csapjunk a húrok közé. Mit idegeskedsz, Laci? Laci már így csinálná. Húgi, take it easy, baby. Hád a házam, teteje, teteje, de rászállott a cinege, cinege, de le róla a cinege, cinege, de leszakad a teteje, teteje. Ha leszakad, mi lesz vélem? Sárga láb, cinege, cinege, hes, le róla a cinege, cinege, leszakad a teteje, teteje. Hopp, hely! Tapsoljuk meg magunkat, mert nagyon-nagyon jók voltunk! Menni fog gyorsabban is? Kérdezem, hogy menni fog? Oh, ettől féltem, hogy ezt mondjátok. Még ennél is gyorsabban? Na akkor figyelj! Micsoda? Utoljára? Mert már nem bírod? Nem bírod a kiképzést? Na figyelj! És nála a házam, rászállott a cinege, cinege, hess le róla, cinege, cinege, leszakad a teteje, teteje, ha leszakad, ki lesz vér, sárga lábú, cinege, cinege, hess le róla, cinege, cinege, leszakad a teteje, teteje. Istenem, egy nagy tapsot nekem is Don Valentinónak, mert már ezt alig bírtam volna tovább csinálni. Emelje fel a kezét, akinek ezen a héten, vagy a mai napon, Szent István napján van a születésnapja. Van ilyen? Ezen a héten? Ebben a hónapban, augusztusban? Ebben az évben valakinek? Seg. Na jó, akkor az a két kis csajszi jöjjön ide, mert megköszöntjük őket itt utoljára. Mégpedig len, ez is Alma együttes. Nincs semmi gondom, reggel van az időnapos. Mindenki tudja, hogy ki ma itt a szülinapos. Remeg a hangulatom, pom 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 pom. Ma van a szülinapom, pom. Hanyadik? Mutasd! Remeg a hanyadik! Mutassátok, hány évesek vagytok! 6. szüli! 10. Jó öreg! Az idő rohan, velem is egy éve szalad. Ezért most látszik egy-két szarkaláb a szemem alatt. Remek a hangulatom, pom 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 pom. 5. szülinapom. Kis taps, nagy taps. De azt is énekelhettük volna, hogy köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, és ajándékul fogadt el vidám kis dalunk. Most mondja, hogy boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napon. Ez szólhatott az országnak is, mert hogy ma van tulajdonképpen a születésnapja Magyarországnak. Ez a legnagyobb ünnepünk, igaz? A múltkor voltam fegyverneken, ott hangosabban kiabálták. Igaz? Ki a legnagyobb cowboy? Don Valentino. Halljam. Don Valentino. Képzeljétek el, hogy most kaptam a hírt, hogy jön a felvonulás, úgyhogy én csendben elbúcsúzom. Jól éreztétek magatokat? Akkor tapsoljatok a felvonulásnak, és sok puszi nektek, Karcagi gyerekek! Remélem, hogy még találkozunk. Szevasztok! Tisztelettel köszöntöm Dobos László polgármester urat, Szepesi Tibor igazgató önkormányzati képviselő urat. Kérem, hogy érezzék jól magukat ezen a verőfényes délutánon. És bízom benne, úgy így lesz. Felkérem Dobos László polgármester urat és Szepesi Tibor igazgató urat a felvonulók fogadására, a hajtók, a gépvezetők, a csikósok egy-egy üvegborral, virággal történő köszöntésére. Köszöntöm tisztelettel az első fogatot,
és erről tudni kell, hogy Kele Gábor a hajtója. Ildikó nénit köszöntjük külön, mint a kerületünk, a 8-as kerület képviselőjét, valamint kis társait, és kívánjuk nekik is, hogy érezzék jól magukat. Köszönjük szépen! És szeretném bemutatni ezt a lovas kislányt, aki magyar ruhába tisztel meg bennünket. Auner Kinga, Libicai Ménen lovagol, 7 éve, ő maga 12 éves. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, aztán bízunk benne, hogy még legalább 20-25 évig látunk. A következő fogat az aratóknak a fogata, hajtója Mészáros István, és szeretettel köszöntjük Barta András nótaénekest, aki végig segített az úton, mert minden keresztelődésben gyönyörű, szép virágcsokorral szórakoztatta a kedves jelenlévőket. Következő fogat, Olajos István fogata, aki a búza kévéket hozza. István, kérem szépen, tessék szívesen egy pillanatra megállni. A következő kocsi Nagyszentesi Marian tulajdona, hajtó Kisvirága kislánya. Ő kenyeret és virágokat hoz majd ide a mi tiszteletünkre és a vendégek tiszteletére. Kérem a kislányokat, hogy akár már is leszállhatnak. Dávid, lányok, látom, megérkezett a táncosokkal a limbóhintó, melyet Kovács István hajt. Köszöntjük szeretettel, és a jó hangulatú zenészeket, a futás együttest, akik egész nap még eddig a segítségünkre voltak. Maradjon meg a jó hangulatotok, tessék szívesen menni nyugodtan tovább, a menet mehet, nem kell megfordulni. Köszöntjük a másik hintót, melyet Görgér András hajt. Szintén Mészáros Zsolt kulovartához tartozik a hintó, és természetesen táncosokat hoz. Szeretném itt megköszönni a délutánra adott segítségét a táncosoknak, mert a Dirini Művelődési Központnak a táncosai. A táncokat betanította Oroszné Millinghofer itt a tanárnő, akinek végtelenül köszönjük, és bízunk benne, hogy ezt a munkát tovább folytatva még sokszor lesz az arató felvonulás segítségére. Köszönjük szépen, tessék szívesen tovább hajtani. Köszöntjük a csikósokat, Magyarósi Csaba, a Tímea, Szabó Tímea, Csala József, Szabó Zsolt, Cibi Máté, Varga Tibor, Magyarósi Csaba, Kis Lajos. Végtelenül köszönjük, hogy Püspökladányból átjöttek, hogy színesítsék a mi felvonulásunkat. Borzasztó sokat emeltek a színvonalon, hiszen tessenek megnézzék ezeket a gyönyörű ruhákat, és azt az ügyességet, ahogy elviselték, hogy ez a menet bizony időnként akadozott, megállt egy-egy műsorhoz, de végtelen türelemmel viselték. Köszönjük szépen, hogy eltetszettek jönni. Megérdemlik a ruházatuk is, és maguk az emberek, a csikósok, csikóslányok szintén az, hogy igazán nagy tapsot kapjanak önöktől. Ne haragudjanak már, hogy kikövetelem, de ez a legkevesebb, amivel most hirtelen el tudjuk ismerni a gyönyörű munkájukat délután. Köszönöm, hogy elfogadták a kérésemet.
Most egy pónifogat fog következni, amelynek tulajdonosa Nagyszentesi Lajosné. Ő is nagyon-nagyon régen részese a felvonulásunknak. Köszöntjük Nagyszentesi Lajosnét és a hajtóját, Őrsi Borbálát, a kisunokáját. Borbálát ugyan nem lehet köztünk a nagypapája, de ő kezdte el tanítani, ő kezdte el nevelni a lovak szeretetével a velük való foglalkozásra. Tessék szívesen előrébb hozni azt a pokrócot. Még előrébb. Jó. És szépen mehet rá a terítés. Köszöntjük régi kedves társunkat a felvonulásba, Németh Lászlót és kedves családját, akiket azt szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon régen állandóan segítik a felvonulást jelenlétükkel. Én kívánok nekik jó egészséget, az egész családnak, és máskor is. Elvárjuk, hogy köztünk legyenek. Jó. Köszöntjük a csikósokat, nagy tapsal. És köszönteni szeretném azt a fogatot, akinek ugyan tavasz óta nem lehet itt a gazdája, de eddig azt jelenti, hogy szinte 25 év alatt mindig velünk volt. De itt van a családja, a fiai, akik megfogadták, hogy emlékére édesapjuknak eljönnek Bucsáról, és részt vesznek a felvonuláson. És bucsai vendégek ülnek, átjöttek városunkba, hogy velünk ünnepeljenek a hintón. Tisztelettel kérem polgármester urat, meg igazgató urat, tessenek szíves lenni, átnyújtani. Nagy Sándornak és családjának a virágkosarat. Köszönjük szépen! Ugyan elmentek, de köszöntjük utólag, mert helycsere lett a Szappanos Tibort és Andrási Editet, akik Nagyiványról jöttek, csikósokat. Karcagról szeretném belejelenteni Karcsi Kovács Nellit, aki a Fanni nevű lován lovagol, és Farkas Ritát, a lóneves Gréti. Nagyiványi vendégek, köszönjük szépen, hogy eltetszettek jönni. Szappanos Tibor és Andrási Edith. Köszönjük szépen Nagyszentesi Mariannak, hogy a segítségünkre volt kedves családjával együtt, és aki a fogatot irányítja, Őrsi Borbála. És hát az elmaradhatatlan vendégeink, a Csokonai úti óvodások, barátaik, és táncos barátaik, táncos ismerőseik, szüleik, akik nagy-nagy szeretettel jöttek és készültek a ma délutánra,
idős Kun József tulajdonát képező ifjú Kun József vezeti ezt az MTZ-t, de már évek óta, úgyhogy aranyos vagytok! És külön köszöntjük Benini, Anikó néni, óvónét, aki végtelen szeretettel foglalkozik és neveli a gyerekeket, nem csak az óvodába, nap-nap után, hanem táncba is. Nagyon sok táncot betanított már nekik. Ez vonatkozik a második kocsi részvevőjére is, illetve traktor részvevőjére is, mert ők is barátok, ismerősök, rokonok. Kívánom, hogy jövőre is találkozzunk velük. Én úgy érzem, hogy ez az emlék, amit most, illetve ez az élmény, amit most a gyerekek látnak, hallanak tőlünk, ez sokáig megmarad bennük, és tovább fogják majd vinni. Egy pillanatot kérek szépen, tessék szívesen megállni a géppel. Kedves közönség, kedves vendégek! Most olyan gépek sora következik, melyek az 1950-es években dolgoztak, működtek. Akkor nagyon nagy értéket képviseltek, hiszen megjelenésükkel segítették a gazdaság és az ott dolgozó emberek munkáját. Ma már ezek a gépek muzeális minősítéssel rendelkeznek, melyet a rendszám OK betűje is mutat. Tisztelet minden embernek, akinek lehetősége van megőrizni, ápolja ezeket a gépeket, hiszen teszi ezt az utókor számára, a mi számunkra is, hogy láthassuk, csodálhassuk ezeket a korabeli gépeket. Köszöntjük Kis Mihály gazdának, hogy a felvonulás rendelkezésére bocsátotta a most következő három korabeli muzeális minősítéssel rendelkező erőgépet. Kis első Kis Mihály gazda tulajdona, azon kívül mind a három, de ő van az első gépen, Drut 68-as régi magyar traktor, és kérem szépen elindulni. Csakó Ferenc a vezetője, a Fendt traktor 1957-es gyártási évvel. Nagyszentesi Péter a harmadiknak a vezetője, RS09-es eszközhordozó gép 1968-ból. Kis Mihály, amit vezetett, Dut 68-as régi magyar traktor 1968-as, úgyhogy tényleg muzeális értékkel rendelkeznek ezek a gépek. Köszöntjük szeretettel a 78 éves Kirják Rudolf gazdát, aki először vonult el gépével. Kirják Rudolf tulajdona és vezetője, K25-ös Zetor plusz Ekével, és aki már 1955-ben 17 évesen már vetette ezzel a géppel a búzát. Elvárjuk jövőre is. Most olyan erőgépek következnek, melyeket már jobban ismernek önök, a gépek vezetői között vannak a középkorosztályhoz tartozók, de vannak sokan fiatal vezetők is, akik már nagy erőgépeken dolgoznak nap mint nap, és akik a jövő felnőtt generációját képviselik itt a felvonuláson. Fogadják őket szeretettel! Elsőként ifjú Hirmán Ferenc gépvezetőt kombánnal, tulajdonos idős Hirmán Ferenc. Majd Kun József tulajdonát képező László Imre vezeti a gépet, MTZ bálázóval. A Szent Annai Sámuel mezőgazdasági szakközépiskola Kovács Ferenc gépvezető irányításával a Zetor rovas fűkaszával. Idős Szekrényesi László tulajdonát képezi az, és Dobrai Zsolt vezeti a Messi Ferguson erőgép sark közművelő kultivátorral. Zoltán, MTZ
80-as sportkocsival jön majd. Zoltán követi a pótkocsis Zetort kombájnnal. Kifi Szokkó László vezeti, idő Szokkó László tulajdonát képező Mercedes-Benz kombány. Tudni kell a fiatalemberről, hogy Hajdúböszörményben az országos és európai traktormunkó versenyen 6 és 7,5 tonnáig terjedő kategóriában első helyezést ért el. Majd őt követi Buzsáki Csaba, Messi Ferguson traktor, kézi körbálózóval. Majd őt követi Sebők Lajos MTZ 822 hengerrel. Tulajdonát képezi ifjú Szokkó János vezetésével igényen 46-51 zombér erőgép. Ők pedig testvére Szokkó Ádám igényen 36-50-es zombér erőgéppel. Észre tetszenek venni, hogy mennyi fiatal vezeti ezeket a hatalmas gépeket? Kettes barátaival. Tulajdonában van, és ő bocsátott a rendelkezésünkre a következő gépet. Rajcsányi Mihály vezeti New Holland T-7050S erőgép. 2014-ben a karszagi traktorverseny 200 lóerős kategóriában első helyezést ért el, majd 15-ben második helyezést ért el, a pótkocsi tanatási versenyen első helyezést ért el. Őt követi szintén menetünkkel vállalkozó tulajdonát képező gép, New Holland CX-8070-es kombány, Virinyi Zsolt vezeti.
Majd következnek most olyan gépek, melyek a Cserhát Kft.-hez tartoznak, és Dániel Csaba ügyvezető igazgató bocsátotta ma délután a rendelkezésünkre. Kálmán József, László Kálló kombányon. És Tóth Péter Pál, klasszikáló kombájnal. Vannak ám csodálatosan szép segédgépvezetők is. Tetszenek látni a hölgyeket? Hogy felmernek ülni ezekre a borzasztó nagy gépre? Mind a kettő gerőgép, akiket elmondtam az előtt, ők is közé tartoznak. Mindegyik a Cserhát Kft. Tulajdonát képezik, és szívesen jönnek hozzánk. Hát kívánom, hogy ezek a fiatalok még nagyon sokszor vegyenek részt a felvonulásokon. Közben nagy tisztelettel köszöntöm főtisztelendő Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos urat, aki megérkezett, és majd a feladata, ami vár rá, a búzakereszt megszentelése megáldására eljött hozzánk. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a fogadhajtók, csikósok és gépvezetők szíves fogadtatását! Kedves ünneplő vendégek, kérem engedjék meg, hogy felolvassak néhány sort egy 18 éves karcagi szolgalegény naplójából. 1928 nyarán géphez sikerült mennem aratni egy cséplőgépes bandába. A szikes földeken olyan gyönyörű piros búza termett, szebb, mint tilalmason. A zsákos, egyben bandagazda, és a két etető
ebédet, illetve kosztot kapott. A banda többi tagja azt evett, amit vasárnap vitt szombatig a zsákban, vagy a szeredásban. Kenyér, szalonna, krumpli, lebbencs tészta, só, paprika volt bennük. A gépes banda tagjai már mind a helyén van, mire a hajnalpírja megjelent a keleti égen. A banda tagjai egymást noszogtatják. Fáradtabbak és idősebbek is ott vannak. Muszáj, mert már adják bele a gépbe, felgyul a török, a lampéva, a szalma, és nehéz utolérni egy perc késést is, parancsol a gép. A jól összeszokott banda segíti egymást. Mire eljön a fröstök, már nem látszik a portól az arcuk. Ha ki van a banda, akkor van 4 asztagos, 4 törekhordó, 2 kévevágó, 2 etető, 2 kazlas, 1 zsákos, 2 rudasgyűrűs, 4 szalma, illetve rudashordó és 1 lyukkaparó. A férfiak egész részesek, a nők és a gyerekek 3/4 részesek. Mivel tűnik ki az igazi szókalegény? Azzal tűnik ki, hogy szépen megrakja a szekeret, szép rendet vág, szépen fekszik balra a búzarend, szép egyenes kereszt sort raknak. Egy kereszt 18 kéve, egy fűolj kéve, egy papi kéve, és 16 kéve pedig a 4x4 keresztláb. Szép szénabogját is raknak a szolgalegények, szalma, törek, csutkakazlat szintén. Egy kézi aratócsoport, egy fő kaszás, rendvágás balra, hogy szépen feküdjön a levágott búza. Egy fő kévekötő, kákóval, sarlóval. Két fő segítő, kévekötözés, keresztrakás, tarló felgerebjézése. Kegyetlen munka volt. Egy kisebb könyvet telne meg a leírása úgy, ahogyan tényleg volt. Kedves vendégek! A téren megrakott keresztnek előzőleg minden búzaszálát kézzel kaszálták le, egyenes sorban porciózták ki kákóval, sarlóval, egyforma csomókba szedték a kévének valót, kézzel kötözték át, és most itt kézzel rakták meg a keresztet. Megérdemel egy tapsot. Köszönjük szépen! Felkérem Dobos László polgármester urat, hogy néhány gondolatban méltassa augusztus 20-át, az új kenyér ünnepét. Kérem ünnepi köszöntőjének megtartására. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a nagykunsági kulturális napok arató felvonulásán. És hagy köszönjem meg már is mindenek előtt Szepesi Tibor igazgató úrnak és munkatársainak, valamint Kálmánné Margó és csapatának azt az erőfeszítését, odaadását, tenni akarását, amit tapasztalhatunk évről évre a program ezen részének megvalósításában. És azt hiszem, hogy ők is megérdemelnek egy nagyon nagy tapsot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a napokban már többször lett méltatva a augusztus 20-a több szempontból is. Én úgy gondolom, hogy most az arató felvonuláshoz kapcsolódva mindenképpen arról kell szólni, hogy nagyon-nagyon röviden, hogy a Szent Istváni örökség abban is megmutatkozik, hogy élni tanította meg az országot, ezt a népet itt a szláv tengerben, és nagyon-nagyon nagy hatékonysággal, hiszen a mai napig sikerült megmaradnunk, és remélem, hogy ugyanígy fogunk ünnepelni, illetve fognak ünnepelni még évszázadok múltán is a magyarok augusztus 20-a környékén. De ugyanúgy megmaradt, hiszen az élet kikövetelte a gazdálkodást, a vetést, az aratást, a földművelést egyáltalán, hiszen az életet, a búzát, a kenyérnek valót mindenképpen meg kellett termelni, az asztalra kellett rakni, hiszen annélkül nem lehetett volna a fennmaradást tovább folytatni. Évről évre nem csak az alkotmány Szent István örökségét, hanem magát a
a kenyeret, az új kenyeret is ünnepeljük ezekben a napokban, fejet hajtva mindazok előtt, akik tesznek is ezért, hiszen soha nem volt ez könnyű munka, akkor sem, amikor kézzel történtek ezek a mezőgazdasági munkálatok, és most sem, amikor már látjuk, hogy milyen csodálatos gépek is segítik az ilyetén erőfeszítést. Ettől függetlenül egy ország, egy nép élete, sorsa múlik azon, hogy milyen a termés, mennyi kerül az asztalra a kenyérből és egyéb más élelemből. És itt az Alföld kellős közepén mi az éléskamrája vagyunk ennek az országnak, úgyhogy ha valahol, akkor itt aztán tudják az emberek, hogy mennyire meg kell becsülni azt az értéket, azt a hozzáértést, ami szükséges ahhoz, hogy az élet a zsákokba kerüljön, a magtárakba kerüljön, majd később valóban a öllőmalmokba és a sütőüzemekbe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ünnepeljük azokat, akik ezt a tevékenységet végzik, köszönjük nekik, és köszönjük, hogy évről évre meg is láthatjuk, hogy milyen úton, módon történnek ezek, sőt, most is például egy kis élőképet fogunk arról kapni, hogy hogy megy az aratás, és milyen módon történt az, amikor kicsit pihentek is, kicsit szórakoztak is eközben. Ünnepeljük a kenyeret is együtt. További jó szórakozást kívánok a nap további programjaihoz, érezzük jól magunkat közösen egészen a műsorok végezetéig. Köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni. Köszönjük szépen polgármester úrnak ezeket a szép gondolatokat, hogy elmondta nekünk, és én úgy érzem, hogy talán érezzük ennek a mai napnak a súlyát, és na, ugye? És valamennyien szeretettel gondolom majd vissza erre a mai napra, és hát majd várjuk a következőt, ami majd egy év múlva reméljük be is következik. Így van? Kérem főtisztelendő Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos urat a búzakereszt megszentelésére és megáldására, és kérem polgármester urat, igazgató urat, hogy szíveskedjenek közelebb fáradni a búzakereszthez. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkedel. Urunk Istenünk, mindennek teremtője, te az ég harmata és a föld termékenysége által szüntelenül bűt termést adsz nekünk. Hálát adunk egyes fölségednek a betakarított termésért, mint hogy ezeket az ajándékokat jóságodból kaptuk, és híveid kívánságát betöltetted, irgalmadat mindnyájan vég nélkül dicsérjük, hogy az ideig tartó javakkal úgy éljünk, hogy mindig az örökké valókat keressük. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Fogadd el tőlünk ezt a búzakeresztet, áld meg és szentelje meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük szépen egy csodálatos szavakat, és felkérem polgármester urat a Városi Önkormányzat díszszalagjának feltűzésére a zászlóra, és kérem, hogy adják át részére a szalagot. Lengesd meg jobban, mert nem akarják a kedves vendégek látni, hogy egy tapsot megérdemel a zászló. Kérem polgármester urat, igazgató urat, főtisztelendő plébános urat, hogy fogadják el az aratók ajándékát, melyet jó szívvel nyújtanak át. A nevünkben, az aratók nevében fiatal lányok, fiúk adják át. Kérem, fogadják nagy-nagy szeretettel,
és a banda gazdag irányításával, a 84 éves Árcs András bácsi segítségével és támogatásával, közreműködésével. Bízunk benne, Bandi bácsi, hogy nagyon-nagyon sokáig fogunk még találkozni. Kedves vendégek, szeretném bejelenteni, hogy egy gyönyörű kis nótacsokor köszöntővel szeretnék önöknek kedveskedni. Kérem, hallgassák szeretettel Barta András Karcagváros szülöttének a gyönyörű műsorát, és ha szeretik és tetszik és tudják, kérem szíveskedjenek vele énekelni. Nagy tisztelettel köszöntöm én is a kedves vendégeket. Egy rövid kis pásztorral, csokorral szeretnék kedveskedni. Fogadják szeretettel. Hágyi pusztáról leesett a patkolvam lábáról. Miski Kovács zöldre festett hülyei ajtódat. Vasald meg a keselylábú lovamat. Nem a sertől, nem a bortól dalolok. Én a kedves szeretőmtől búcsúzom. Isten veled, kedves babám, nagyon sajnállak. 3 évig bizonyosan nem látlak. Ortobágyi Gulyás legény, Gulyakútba esett szegény. Éhen szomjan heber a gulyája, itassa meg a babája. Nem megitatnám, de nem merem, nagy a veder, nem emelem. Mert ha én a vedlet megemelem, megöl engem a szedelem. A szedelembe szedelem, olyan, mint a sötét verem. Beleestem, csuhaj, benne vagyok, a szerelem rabja vagyok. Beleestem, csuhaj, benne vagyok, a szerelem rabja vagyok. Én vagyok a kunsági fi, négem nem parancsol senki, sem a jársak, sem a kunsak, sem a karcagi bíróság. Hallod-e, jóház vagyjú, elveszed a legszebbik jó, kive volt, vagy 20 font vagyjú, egy csupára való gyapjú. Kive volt, vagy 20 font vagyjú, egy csupára való gyapjú. Én vagyok az, aki nem jó, kocsmájtó nyitogató, barna kislány szomorító, kocsmájtó nyitogató, barna kislány szomorító. Köszönjük szépen ezt a nagyon szép műsort. Kérem, engedjék meg, hogy az aratók, hajtók, csikósok, gépezetők nevében Reményik Sándor Mindennapi Kenyér című versével köszönjek el önöktől. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer csemege, amit én álmodom, egy nép szájában betevő falat. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem cifraság a szűrőn, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó, kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Ha tollat fogok, kenyeret szelek. Kellek, tudom, kellek, nap-nap után kellek, tudom, de nem vagyok hiú. Lehet magára hiú a kenyér? Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek, ezt megérteni egyszerű, és nincs tovább. Az álmom néha kemény,
keserű, kérges barna, mint sokszor a kenyér, de benne van az újrakezdés magja, de benne van a harchoz új erő, de benne van az élet. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták. A felvonulókkal egy évig nem találkozunk itt most, úgyhogy 2017-ben várom ide erre a térre önöket nagy-nagy szeretettel. De ne menjenek el, hiszen gyönyörű folklór műsor következik az önök szórakoztatására, így átadom a szót a további programok háziasszonyának, Kovácsné Kerekes Katalinnak. Viszontlátásra! Kedves ünneplő közösség, engedjék meg, hogy a szervezők nevében megköszönjem Kálmánné Margónak azt a sok-sok odafigyelést, törődést, amellyel az idei arató felvonulásra is felkészítette a csapatát, és összehozta ezt a nem kevés gépből, lovas kocsiból, szekérből álló csapatot. Én azt gondolom, hogy én átadom a virágot, önök pedig egy tapssal. Köszönjük szépen a segítségét, munkáját. Köszönöm szépen a virágot, amit borzalmasan szeretek, és a tapsot is, amivel köszöntöttek, de nem csak engem, hanem ez itt velem szemben álló csoportnak a tagjait, akik immár 9 éve az én társaim, és velük megyünk a legnehezebb időpontokban is, a jobb időpontokban is. Különböző meghívásoknak teszünk eleget, ahol arató versenyek vannak. Az idén nagyon nagy öröm ért bennünket, mert mind a két kategóriában elhoztuk az első helyet. Köszönöm szépen!